Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! 2023-ban is a munkahelyek stabilitása, a családok támogatása és a biztonság megteremtése volt a legfontosabb cél a város vezetése számára. Derült ki a mai közgyűlésen Szemerei Népat, aki Klaudia polgármester megszólalásából, aki a város zárszámadása kapcsán emelte ki a költségvetés legfontosabb tényezőit. A testületi ülésen szó esett még újabb fejlesztési tervekről és több körforgalmi csomópont megszépítéséről is. A részletekről szemmereiné aki Claudia polgármester számol be ma is önöknek. Köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! A mai közgyűlésen a 2023-as költségvetést Értékelték, és az egyik legfontosabb tételnek, polgármester asszony a munkabérek biztosítását nevezte, hány családot lát el az önkormányzat munkával, és hogyan tudják ezt biztosítani. Ugye az önkormányzat feladata és küldetése elsősorban ugye a közfeladatoknak a biztosítása és a közösségi szolgáltatásoknak a támogatása és zavartalan működtetése, de azért van egy nagyobb hatóköre is a város, város politikai feladatoknak a gazdaság fejlesztése és a gazdaság stabilitása, hiszen a munkahelyek fontossága és biztonsága az mindenki számára a legfontosabb kérdés, hiszen hogyha nincsenek jó prospeláró vállalatok, ahol jó munkahelyeken lehet a mindennapi megélhetés biztosítani, akkor onnantól kezdve minden bajba kerül, ez egy spirálként kirajzolódik, hiszen az ottani adóbevételek hatnak a város szolgáltatásaira, a lehetőségeire, úgyhogy továbbra is ez van fókuszban, hiszen a 2023-as év nem volt egy egyszerű év ugye körülöttünk zajlik még mindig a háború, sőt azóta már újabb háború is kitört Izrael-Irán konfliktusában, de a közvetlen szomszédunkban dúló háború azért hozta, hozott magával egy magas inflációs környezetet, hozott magával egy hatalmas nagy energia válságot, egy hatalmas nagy energia emelkedést, energia árak emelkedését, és ez megjelent ugye a fogyasztások területén is. És azért ebben igenis nagyon nagy hatással volt ez a város költségvetésére is, hiszen ugyanezeket le kellett a városi költségvetésben is kezelni: az inflációs hatásokat, az energiáremelkedéseket és a hozzá kapcsolódó bérek feszültségét, hiszen az a legfontosabb tényező, hogy az a közvetlenül és közvetetten négyezer család, aki valamilyen szinten a megélhetéséből, megélhetését a város működésének köszönheti. Ő nekik sem mindegy, hogy megmarad-e a munkahelyük, a megfelelő bérszínvonalat, a stabilitást tudjuk-e számukra biztosítani, és hát látható a költségvetési sorainkban, hogy a bérek teszik ki, a költségvetésünknek a jelentősebb hányadát, és a hozzá kapcsolódó bérfejlesztés is, hiszen amennyire is lehetett, ha nem is teljes egészében, de próbáltuk kompenzálni ezeket a hatásokat, amelyeket az előbbiekben felsoroltam. A családok támogatását is kiemelte fő célként, polgármester asszony, ez hogyan valósult meg a 2023-as költségvetésben? hogy a társadalmunk alapját és biztonságát az erős családok jelentik, és hogyha már van megfelelő munkahely, vannak megfelelő lehetőségek az oktatásukra, a képzésükre, a fiataloknak a munkaerő, szakképzett munkaerő utánpótlására, akkor nagyon fontos, hogy a mögöttük lévő családok is biztonságban érezzék magukat, és megkapják azokat a városi szolgáltatásokat, ami otthonossá teszi a mindennapjaikat a munkán kívül. Ugye ebben látható, hogy a bölcsödei fejlesztéseink, az óvodai fejlesztéseink nem álltak le. Az iskolák esetében külön tehetséggondozó programokat indítottunk el, most már több tehetséggondozó műhely is működik. A sportlétesítményeinknél továbbra is fejlesztjük és tartjuk a, azokat a lehetőségeket, hogy az iskolán kívüli sportfoglalkozásokra több ezer család fiataljai tudnak egészséges életmódon fizikai kondíciójuk is fejleszteni, és egy hasznos időtöltés az iskolán kívüli programban, ami megint csak egy jelentős összegét teszi ki a városunknak. Vagy a tavalyi év slágere az a tanuló tanulóbérlet volt, amelyet a tömegközlekedés kapcsán vezettünk be, Tavaly tavasszal egy nagyon kedvezményes, ezer forintos bérletet vezettünk be, próbaként, hogy ugyan meg tudjuk-e akkor értetni a családokkal, hogy ez is egy támogatás, ez is egy segítség, és a fiatalok közlekedjenek minél többet busz, a buszainkkal, a Mercedes buszainkkal. Szerencsére bejött ez a program, hatalmasat nőtt a igénybevevő köre, és ennek köszönhető az, hogy ebben az évben tovább csökkentettük a kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget. Hát, szinte ingyen utaznak ma már a diákok, illetve az idősek a buszainkon, és felére csökkentettük a bérletárakat ez év április elsejétől, aminek már megint csak látható és érezhető a, a hatása. És közben a közösségi tereink, a parkjaink, a játszótereink is újulnak meg folyamatosan, látható a családok családalapítási kedve, a családi vállalkozások, építkezéseknek, a családi házas környezeteknek a fejlődése folyamatos a város külső perem kerületeiben, úgyhogy ennek megfelelően kell az infrastruktúránkat is fejleszteni, alakítani, és ez látható a költségvetésünkben. A közösségi házak is úgymond reneszánszukat élik, hiszen egyre több épül meg város szerte. Hol várhatóak még ilyen jellegű létesítmények? Igen, ez egy jó hír, hogy ma egyre több képviselőtársam felszólalt, hogy az elmúlt öt év során, bár sújtott bennünket a Covid és az energiaválság, bezárt bennünket egy kicsit a világ, de utána, ahogy kinyíltak a lehetőségek, egyre nagyobb igényt támadt az emberek részéről az emberi kapcsolatokra. A nyugdíjas klubok élnek, virágoznak, az örömtáncok több százával csatlakoznak az idősek ehhez, a kezdeményezéshez, a bamamama a klubokat látjuk, a különböző olvasói köröket, rengeteg olyan hobbihoz köthető tevékenységek vannak, például társasjáték szervezése, vagy a könyvtárnak egy más típusú látogatása, ott angol nyelvű kisgyermekes programok szervezése. Tehát, hogy szükség van olyan terekre ismételten a városban, ahol össze tudnak jönni a kecskemétiek, tudnak együtt örülni, tudnak együtt kikapcsolódni, szórakoztatni, a képességeiket, és ö, ugye látható, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok város részben megépültek ezek a közösségi házak, és haladunk sorba, hiszen sikeresek a Hunyadi városban, a Széchenyi városban, ö, tulajdonképpen a Matkópusztán, ami egy kicsit ugye egy elszigetelt település rész is, úgyhogy felelősségünk is volt, hogy az első között épüljen meg ott egy közösségi ház kisfáiban, és akkor itt állnak sorba a Mind a parkban a közösségi házigények, a műketvárosban van lehetőségünk kialakítani erre. Kadafalva is most már egy teljesen új és egy nagyon fontos aha központjává válik Kecskemétnek. Úgyhogy ezeknek, ezeknek a jó híreknek könnyű azt gondolom, hogy együttműködéseket találni, és meg kell találnunk a forrást, hogy hogyan tudjuk ezeket kialakítani és folytatni. Szóba került a közgyűlésen a fiatalok albérleti támogatása is, amiben szintén kecskemét úgymond első fecskeként jár elő az országban, és példát mutat a többi város számára, és egy lakás ügynökség létrehozása is felmerült. Hogyan néz ki pontosan ez a program, és mik a távlatok ebben? Ugye az elsődleges célunk az volt, hogy ha már sikerült az egyetemi életet elindítani a városban, és sikerült a középiskolai szintet olyan szinten, minőségben fejleszteni, hogy a fiatalok ne menjenek el kecskemétről, hanem az a munkahelyi környezet, amit a munkahelyteremtésen megteremtettünk itt az elmúlt tíz évben, tudjuk itt tartani helyben a fiatalokat, ezért számukra is plusz szolgáltatásokat és lehetőségeket kell biztosítanunk hogy el tudják kezdeni az életüket. Így jött létre, és így támogatjuk. Volt már kolábban egy albérleti támogatási rendszer, meg van is folyamatosan a költségvetésünkben, de kifejezetten a fiatalokra vonatkozó, egy nagyobb összegű, őket segítő, támogató rendszert vezettünk be decemberben, és látható, hogy szintén ennek egy kedvező fogadtatása volt, úgyhogy ezt szeretnénk folytatni. És hát ez a lakásügynökség, ez nem egy igazán szép fog ezt az Unió erőltette ránk, mert természetesen ezt a albérlet és a bérleti lakásállomány fejlesztését azt mi most már évek óta végezzük, és olyan ö, mennyiségeket öltenek már a felújított ö, lakásaink ö, a város különböző pontjain, aminek fel kell állítani egy új rendszerét. Az Unió ennek nevezte el, mi meg akkor azt mondjuk, hogy jó, rendben van, most ezt elfogadjuk, mert innen kaphatunk forrást rá, hogy egy nagyobb, szélesebb körben ki tudjuk alakítani, és ezért történt egy átcsoportosítása az uniós tervezett forrásainknak. A következő évben 27-ig egy 500 milliós összeget tudunk pályázati forrás keretében béleti támogatási rendszerre biztosítani. Szintén a fiatalokat helyezik középpontba a Rudolf Kertnek a fejlesztési koncepciója, ahol épül most egy rekreációs központ is. Erről egy kicsit mondjon többet a nézőknek. Igen, hát a nyugati városkapu projektünket indítottuk el 2016-ban, amikor a miniszterelnök úr látogatást tett Kecskeméten, és ugye ehhez kötődően több modern városok program elem is megvalósult a fejlesztésekből, például hogy ugye mozzáról le az Izsáki útnak a, az, a négysávosításának az első üteme, és ennek a környezetét ugye látjuk, hogy folyamatosan robbanásszerűen változik ezen szakaszának a, az Izsáki útnak, így a Rudolf kerten is most már több fejlesztést el tudtunk végezni, úgyhogy ez a legutolsó fejlesztés, ami ezért végére sébe ér ez egy Rudolf kert, egy igazi Rudolf központ, egy kikapcsolódásra alkalmas, rekreációs központ, szórakozásra, különböző rendezvények megszervezésére. Tehát egy olyan aktív tér a Benko Zoltán szabadidő központon kívül, amelyik egy újabb központi lehetőséget biztosít rendezvényekre, családok, lehet, családoknak egy aktív szabadidő eltölt, hiszen a egyik nagy lovardánkat, már látható eleme is ez, hogy szép nagy lovardánkat, az elfel vas szerkezet felújítása után egy ilyen fedett nyitott térrel alkalmassá szeretnénk tenni, ilyen aktív családi programokra, például görkorcsolja, görkorcsolja park kialakítására, hozzákapcsolódva ezek a kismotoros pályáknak a kialakítására, a kertben nagyon szép szintén játszót tér kompozícióval készülünk, és ahogy folytatódik a ö, környezetnek a kialakítása, ott jönnek gombamód, ö, jönnek a kereskedelmi szolgáltatási érdeklődések, tehát egy élő, új közösségi tér tud kialakulni a Rudolf Kert gyönyörű épületeinek a környezetében. Szintén a zárszámadás kapcsán emlegette, hogy az egyik legfontosabb tétele a költségvetésnek és az egyik leghangsúlyosabb a biztonság megteremtése céljából bevezetett intézkedések. Melyek voltak ezek? Ugye nagyon, nagyon sokat fordítunk, és nagyon jó az együttműködésünk a rendőrséggel. A város rendészet egy teljesen más típusú feladatkörre szerveződött át az elmúlt években, a polgárőrökkel együttműködve, így egy nagyon komoly biztonsági tényezője a városunknak, és szerintem ezt érzik is az állampolgárok a mindennapjaikon, hogy azért a közbiztonság az javult a városban jelentősen az elmúlt időszakban, annak ellenére, hogy egy ilyen óriási fejlődésen és változáson megyünk keresztül és a közlekedésért közbiztonságért alapítványunk pedig a kamera rendszerével folyamatosan fejleszti a városnak a kamera rendszer hálózatát és ez segíti igazából a mai digitális eszközök segítségével azokat a bűnmegelőzési, baleset közlekedési információk továbbítását, ami, ami megteszi azt a, azt a segítő, támogató szolgálatot, hogy tényleg a közbiztonság kérdésében azt érezzük, hogy itt Kecskeméten biztonságban vagyunk. Érzik ezt a kecskemétiek is, hiszen napról napról, hétről hétre jönnek be az igények, hogy hova szeretnének kamerát telepíteni, és ezt évről évre folyamatosan bővítjük, úgyhogy már 500 fölött van a kamera szám a városban, úgyhogy ha ezzel az intenzitással haladunk, akkor tényleg egy nagyon komoly kamerahálózattal az egész, hálóz, egész város le tudjuk fedni. A közgyűlés egyik színes, érdekes napi és színfoltja volt, amikor a körforgalmaknak a szépítéséről esett szó, hiszen két izsáki úti körforgalomba egy-egy műalkotás kerülhet. Milyen koncepció alapján hogyan végzik ezt a feladatot? Igen, hát itt tisztelet és köszönetet tartozom egy jó együttműködésnek a Kész Holding vezetőjével Varga Mihályjal, hiszen ugye a Four Points by Sheraton szállodája egy ilyen központi rendezvény térévé vált, ugye bálak, konferenciák helyszíne lett az utóbbi időben, és ennek köszönhetően ő támogat egy nagyon kedves kortás acélszobrászati művészeti műhelyt is, akikre méltán büszkénk vagyunk az ő munkásságukra, az elmúlt időszakban egyre több helyen találkozunk a acélszobrászati alkotásaikkal, és két felajánlás érkezett, hogy a legforgalmasabb Izsáki útunk, két legforgalmasabb körforgalmában, az Olimpia utcában, illetve a kampusz melletti körforgalomban, két acélszobrászati műalkotás kerüljön kihelyezésre. Számomra a legkedvesebb az a Kodály koncepció, ami megszületett a tulajdonképpen a McDonald's és a Kodály Mercedes kosárlabda akadémiához közeleső körforgalomba. Egy, egy, egy gyönyörű, szép, nagyon kedves, nagyon hangulatos a célszobrászati kompozícióra tettek javaslatot. Ennek a látványtervét láthattuk ma a közgyűlésen, és, meg is, és tám meg is kapta a támogatást a testületi tagoktól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy együtt a kivitelezővel, ahogy átadásra kerül a izsáki út, legalább ez az egy csomópont megszépül, és utána pedig követi a másik csomópont, és a körforgalmi csomópont az alkotás elhelyezésének a sorát. Napi aktualitás a választási értesítőket kapják a napokban. A kecskeméti polgárok is hogyan fog kinézni a kampány, hiszen szombaton kezdődik. Igen, szombaton kezdődik, tehát hivatalosan április 20-ával kezdődik egy újabb választási kampány. Kettős választásra készülünk, illetve nem is kettős, hármas választásra készülünk, mert van egy Európai Uniós választás, egy Európai Unióra történő listás szavazás van egy polgármesterre történő ö, ö, választási ö, ö, rend és van a helyi képviselőkre vonatkozó választás és mellette még a nemzetiségi önkormányzatok is ott lesznek és ott szerepelnek a választók előtt. Úgyhogy egy összetett választásra készülünk, ami június 9-én lesz vasárnap. erre készül most a választási iroda és a választási irodában már jönnek a bejelentkezések, akik szeretnék az íveket fölvenni, hiszen azok válthatnak jelölté, mint helyi önkormányzati képviselő jelölté, mint pedig polgármester jelölté, akik a hivatalos formanyomtatványon a szükséges mennyiségű aláírást összetudják gyűjteni, és azt ugye hitelesen utána a helyi választási bizottság elfogadja. Ezek a folyamatok indulnak el szombaton, akkor vehetjük föl először az éveket. Ugye én jó magam is megyek, már bejelentkeztem, tehát szombaton fél, fél kilenckor készülök a választási irodára, ahol felveszem a saját személyemet érintő íveket, és utána elindulok és megszerzem a szükséges aláírásokat. Szerencsére másokan támogatásukról biztosítottak, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz nehéz az aláírásokat összegyűjteni, de mindenféleképpen ez egy szükséges kelléke annak, hogy bárki elindulhasson, akár jelöltként, akár a nemzetiségi választáson, a szombati nappal indul ez a folyamat. Polgármester asszony, mit tanácsol a kampányidőszakra a kecskemétieknek, hogyan viszonyuljanak ehhez az időszakhoz? Én úgy köszöntem el a mai közgyűlésen, hogy békességet és bölcsességet kívánok mindenkinek a következő 50 napra. És természetesen fontos, hogy a kecskemétiek elmondják a véleményüket, és a kecskemétiek kezében van a választás lehetősége és kulcsa hogy az az út, amin ez a város most már több mint egy évtizede jár, azért az többé-kevésbé lehetnek kisebb, nagyobb döccenők, de egy jó úton járunk, és egy jó úton, egy jó csapattal tudjuk folytatni ezt a munkát, és fontos, hogy ez a döntés, ez június 9-én ez megszülessen, és egy következő öt évre azt a nyugalmat, stabilitást, biztonságot, békességet, ami ezért itt érzékelhető kecskeméten, annak ellenére, hogy eléggé zűrzavaros a világ körülöttünk. Én ezt szeretném tovább vinni, és bízom benne, hogy megkapjuk ehhez a kellő mennyiségű támogatást is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, már ennyi fért műsorunkba, viszontlátásra.